Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy grafikus, Arch rendszereken használható csomagkezelő programmal fogunk megismerkedni. Miért? Mert gyakorlatilag már írásba, illetve videóba bemutattam azt, hogyan lehet terminálba csomagokat kezelni, azaz programokat telepíteni, programokat eltávolítani, illetve különféle adminisztratív munkákat, tisztítás, takarítás és egyéb ehhez hasonló, igencsak fontos dolgokat megtenni. Majd miután elolvasta, megnézte valaki ezt a kis videót, illetve azt az írást, ami erről szólt, írt nekem, hogy miért erőltetem ennyire az Arch rendszereket, hiszen ott csak és kizárólag terminálba lehet telepíteni, eltávolítani és egyéb ilyen rendszeradminisztrációs feladatokat megtenni. Ez alapvetően igaz is, hiszen az Archhoz, mint az alap tárolókban lévő programokhoz nem készült grafikus eszköz. Azaz valóban jogos az az elgondolás, hogy az Archosok készíthettek volna egy nagyon-nagyon szép és a többivel összevethető, többi disztribúcióban megtalálható és azzal összevethető grafikus csomagkezelőt. Nyilvánvalóan ez az ötlet másnak is eszébe jutott, így a Manjaro-nak a fejlesztőinek is. Manjaro egy Arch alapú, de nagyon-nagyon kezdőbarát és felhasználóbarát rendszer. Megvannak a hibái, megvannak az előnyei, mindenki nézze meg, olvasson utána. Oké, tehát a Manjaro fejlesztői kifejlesztettek egy úgynevezett PAMAC, vagyis, ahogy én mondom, PAMACS nevű grafikus eszközt. Ez nagyon kényelmes, nagyon jó, és összevethető a tudása azokkal az eszközökkel, amit Debianon, Fedorán, STB, olyan rendszereken megszoktunk, ahol grafikus csomagkezelés van. Oké, mi ezzel a gond? Gyakorlatilag semmi. Az esetek 90-95%-ába, ha te feltelepítesz egy Arch alapú rendszert, akkor már vagy bent lesz a rendszeredben ez a PAMAC, vagy pedig te kézzel fel tudod telepíteni, természetesen ilyenkor még terminálból, az Aurból. Oké, hogyha te grafikus telepítő programokat nem szereted, azaz nem szereted mondjuk a Magyar Archot, vagy nem szereted a Manjarot, vagy egyéb ilyen, hát egy kicsit fellazított, de nagyon kényelmesen telepíthető eszközöket, akkor esetlegesen te terminálból telepítetted fel magát a rendszert. Ilyenkor nem 100%, hogy a leírás, amit te követtél, az felteszi az Aur Helpernek nevezett eszközt. Mi ez? Az Aur egy olyan felhasználói tároló, amit lelkes felhasználók töltenek fel programokkal. Igen ám, de ezt az Arch rendszerbe nem tudod használni alap beállításokkal. Ezért első körben fel kell neked rakni egy Aur Helper nevű eszközt. Én ezt Jaj nevű eszközként használom, tehát az a neve, hogy Jaj Y, A Y, és fel kell telepíteni. Ez az első dolog, mert a grafikus csomagtelepítő, a PAMAC, az bizony sajnálatos módon nem a gyári eredeti Arch tárolókba, hanem az Aurba van. Ha pedig nyilvánvalóan nincs egy Aurhoz kötött telepítő eszközöd, akkor ezt se tudod felrakni. Nem egy bonyolult dolog, és ahogy mondtam, az esetek nagy részében nem is kell ezzel foglalkozni, de biztos, ami biztos, elmondom, illetve itt kiírom, és a blogba is beírom, hogyan kell a Jajt, ezt a telepítő eszközt telepíteni. Na hát eléggé bonyolult. Mi egy telepítéshez telepíteni kell egy programot, hogy telepíteni tudjunk. Nem gond. 3 sor. 4 sor, hogy a végig menjünk. Először is ezeket a programokat, amik ide ki vannak írva, feltelepíted. Azaz, ezek bent vannak a tárolókba, azaz a pacmannal tudod telepíteni. Beírod, hogy pacman, kötőjel S, kötőjel, nededed, bázededevel, git, véget és while. Ennyi, ezt szépen belemásolod, vagy felmész a honlapomra, és szépen bemásolod a parancsorba, természetesen sudo. Ezt kiemelem, itt a sudot használni kell. Oké, a környezetet beállítottuk, tehát természetesen ezek után már csak a Jajt, illetve a PAMAC-ot kellene felrakni. A Jajt, az Aur Helpert, az Aurból telepítő
parancsoros eszközt hogyan tudjuk telepíteni, hogy nem érjük el az aurt, hiszen nincs aur helperünk. Na, elég bonyolult a dolog, de igazából nem jelent ez majd gondot. Beírod, hogy git klón, tehát a gitből leklónozod ezt a https://aur.archlinux.org/jaj.gitet. Egyszerűen rá is tudsz keresni. Majd lefut, ez körülbelül fél másodperc, CD jaj, belépsz a jaj könyvtárba, majd természetesen a mekepkg kötőjel SI parancsot kiadod. Nagyon-nagyon nagy esélyed van, 99,99%, hogy ezzel elkészül a csomag és telepítésre kész, és települni fog. Hozzáteszem, ez a metódus, hogy leklónozod a tárolóból, az AUR tárolóból a programot, majd belépsz a program könyvtárába, majd beütöd a mekepkg, tehát csináljunk csomagot, kötőjel, SI parancsot, majdnem bármelyik olyan AUR-ba megtalálható programnál működik, amit fel szeretnél telepíteni, azaz ki tudod kerülni az AUR helperek jelen esetben a jaj kezelését, de én azt mondom, hogy bizony kényelmesebb, hogyha feltolod a jajt, és utána már parancsorból fel tudsz rakni az AUR-ból bármit. Oké, megvan a jajunk, utána semmi más nem kell csinálni, csak a pamacsonkat fel kell telepíteni. Beütött, hogy jaj, kötőjel S, pamac, kötőjel AUR. Többféle pamacsunk van, tehát többféle ilyen csomagolású eszközünk van, én ezt használom, ez feltelepül erre a parancsra. Arra nagyon figyelj, hogy a hivatalos tárolókból való telepítésnél mindenképp a sudo kell. A jaj vagy egyéb AUR helperek elé nem kell a sudo. Majd ő szól, hogyha szeretne emelt joggal dolgozni. Ez érzékeltesse azt, hogy van egy hivatalos tároló, amiből te rendszer szintű, meg egyéb programokat tudsz telepíteni, ami elvárja az emelt jogot. A jaj, vagy egyéb AUR helper egy kevésbé biztonságos cuccból telepít, nem szokott gond lenni, de nyilvánvalóan a hivatalos, meg a közösség által fenntartott között azért van egy kis biztonsági eltérés. Na, lényeg az, hogy ide nem kell a sudo, majd szól, hogyha telepítéshez, vagy egyéb műveletekhez a sudo, tehát az emelt jog kell. Azaz, ez beütöd, kész. Eljutottunk odáig, hogy van nekünk már a gépünkön egy pamacsunk, azaz egy grafikus felületű program telepítő és eltávolító, frissítő és egyéb dolgokat tudó eszközünk. Miután feltelepítettük, nyitunk egy terminált és beírjuk, hogy pamac manager és enter és lefut. Bár ha olyan rendszert használsz, mondjuk XFCE-t vagy egyebet, ahol van gyorsindító menü, vagy esetlegesen van start menü, ott is megkeresheted, vagy akármilyen gyorsindításos eszközzel meg fogod találni, lényeg el kell indítani. Ahogy látni, valahogy így fog kinézni, a kinézete eltérhet az enyémtől, én a magyarásnak a kinézetét használom, azt a témát használom most az XFCE-t, amit ők adnak, megkedveltem, színösszeállítása kényelmes, és ki is néz valahogy, azaz lényeg. Másképp is kinézhet, de a fő funkciók ugyanazok természetesen, hiszen Linux alatt megszoktuk, testre szabható a dolog, kinézet ügyileg, a legtöbb ablakkezelő, a legtöbb felület olyanná alakítható, ami neked tetszik. Oké, ez volt a kitérés. Irány a munka, azaz nézzük meg, mit is tud ez az eszköz. Mit tud? Totál fölösleges erről beszélnem, mert a használata pontosan olyan, mint akármelyik csomagtelepítő eszköznek. Három olyan dolgot tudunk megtenni, ami számunkra fontos. Az első a telepítés. A telepítésnél ki kell választani, vagy kategóriák szerint, vagy csoportok szerint, vagy a tárolók szerint azt, amelyik programot szeretnéd te feltelepíteni. Nyilvánvalóan normális ember nem azt kezd el, hogy rábök a zene és hang, és ezt elkezd lefele lapozgatni, hogy az ajánlott programok közül melyik az, ami neki tetszik, hanem kinéz egy programot, interneten ajánlás alapján kiválaszza az ő számára,
kedves programot, és mit tesz? Rábök ide a keresésre, megkapjuk a kereső menüt, és utána természetesen kiválasszuk azt, ami számunkra fontos. Behívjuk a nevét, és elkezd keresni. A keresés lefutása után már ki tudjuk választani azt az illeszkedő programot, ami nekünk kell. Én példaként az MC-t fogom feltenni, beütöm, hogy MC kidobja az összes találatot, első körben megvan Ráböksz a telepítése, ennyi. Szépen működik, utána az alkalmaz parancsra rábökünk, alkalmaz, mit szeretne még hozzá feltenni, végignézed. Én ezért szoktam ajánlgatni a telepítésnél, bár végtelen számú, nagyon-nagyon-nagyon sok programot egyszerre fel tudunk nyomatni, bejelölöd, aztán telepítés, és örülsz neki, hogy egy 20 percet fut, aztán minden fölkerül, amit akarsz, hogy ezeket nyugodtan, egymás után, átláthatóan, biztonsággal ki tud választgatni, amiket ne hagyd rá az, hogy ó, mindet tegyük föl, mindet bepipáljuk, semmi nem kell. Tehát nézzük meg, hogy mit szeretne magával felhúzni. Az unarejét azt én feltetetem, hiszen az egy kicsomagoló, biztos, ami biztos, hát ha kapok egy ARE tömörítvényt, és ki tudom csomagolni vele. Ennyi, kiválasztjuk, és utána bekéri a jelszót, megadjuk a jelszót neki, azt a jelszót adott meg, ami a tiéd természetesen, és hitelesítünk. Miután leokéztad azt, hogy te emelt joggal szeretnél telepíteni, másképp nem is tudsz, megkapod, hogy mit fog ő elvégezni. Lássuk meg a telepítésre kijelölt két csomag mellé, ma a frissítendő csomagokat is kijelölte. Hogy meg tudjam mutatni, hogy a frissítés hogyan működik, illetve külön csak frissíteni hogyan tudsz, én ennek örömére a mégsére kattintok, hogy ne végezze el ezt a műveletet, nem vesznek el a beállítások, mert a függőben lévő új fülecskén meg tudjuk nézni, hogy mit szeretnénk mi telepíteni. Visszamegyünk a kereséshez, és utána lehet tovább menni. Nyilvánvalóan, bár ez egyértelmű, hogy ha egy program mellett az van, hogy eltávolít, akkor nyilván azt el tudod távolítani, Ráböksz, eltávolítás és alkalmaz parancsa le tudod szedni. Egyértelmű, a telepített programok között szintén tudsz tallózni, itt végig tudod nézni azokat a programokat, amik fel vannak telepítve, függőbe lévőről már volt szó, és felfedeztük, hogy van egy olyan, hogy frissítés, a frissítéseket ő lekéri, és szépen el tudod dönteni, hogy melyiket frissítse, vagy ne. Oppá! Mindenki be van pipálva, ő miért nincs? Azért, mert a Lua nevük is script nyelvet én downgrade-eltem, és bent van a beállító fájba, hogy bocs, de ezt nem kell frissíteni. Nyilván, ha ezt te felül akarod bírálni, tehát mégiscsak a legfrissebb Lua program kell, tehát az a programnyelvnek a legfrissebb verziója kell, akkor rákattintasz, és megugrik egy pillanatra, és a frissítés két pipával fog megjelenni. Azaz, ha van egy listád, abból ki tudod választani, hogy melyiket nem szeretnéd frissíteni, ha pedig be van állítva már a konfigurációs fájlba, hogy ő bizony ne legyen frissítve, akkor természetesen ez is felismeri a gyári, a rendszer beállításokat, és nem fogja rákényszeríteni az adott programra a frissítést. A downgrade-ről volt cikk, olvassátok el, mert érdekes és hasznos dolog. Oké, föl letelepíteni tudunk, illetve frissíteni tudunk. Nézzük is meg a beállítást. A beállítások nagyon-nagyon egyszerűek. Az adatbázis frissítése, frissítsünk, adatbázist rányomsz, lefrissíti, ennyi. Előzmények megtekintése, mit tettünk az előzőekbe, és mit telepítettünk, installáltunk, upgrade-eltünk, illetve hát megvan a dátum, hogy mikor történt ez meg. Ráadásul ebből a listából ki is tudsz vágni valamit, mármint úgy, hogy kimásolod a vágólapra, és beilleszed mondjuk egy szövegszerkesztőbe, esetleg akkor, hogyha hibát keresel, és el szeretnéd küldeni valakinek az, hogy hát az elmúlt fél napba ezt upgrade-elte, és aztán mégse nem az lett, amit mi szerettünk volna, hogy ezt tettünk fel, vagy esetleg egy telepítő script készítéséhez az installed, tehát az installált dolgokat kimásolod, és utána gyakorlatilag
be tudod tenni a scriptbe, és későbbiek folyamán scriptesítve, gyors telepítéssel megteheted, nyilván ebbe is tudsz keresni. Nézzünk is tovább. Helyi csomagok telepítése. Ha felmész az internetre és letöltesz egy olyan csomagot, amit se az Aurból, tehát a felhasználói közösségi tárhelyről, se pedig a gyári hivatalos tárolókból nem érsz el, akkor természetesen ezzel is tudod telepíteni, megkeresed, ráböksz, és utána már telepíteni is tudod. Hozzáteszem, én a kézi telepítést, mármint a parancsori telepítést jobbnak találom, bár itt is természetesen tudod követni a telepítési folyamatot. Oké, nézzük is meg, milyen beállítások vannak. A beállítások nagyon egyszerűek, maximum párhuzamos letöltés, ezt meg lehet egy kicsit emelni, ha tetszik, hogy gyorsabban jönnek le a csomagok. Nyilvánvalóan egy nagy méretű frissítésnél, nagy méretű rendszer telepítésnél, ahol a rendszert feltelepítés után a több száz csomagot, felhasználói programot telepítesz, akkor érdemes ezt megemelni odáig, hogy minél több szálon jöjjenek le a csomagok. Természetesen ez függ a te internet sebességettől, milyen gyorsan megy az interneted, olyan gyorsasággal, annyi szállat engedélyezhet. Frissítések, keresése, én ezt kiszoktam kapcsolni, azaz, hogyha én valamit fel akarok telepíteni, akkor legyen szíves már a frissítéseket is fölpakolni, mert az idő. Nekem háttérben egy Chrome D-be, tehát egy Chrome beállítással, időzítő beállítással fut a frissítés, rendszer frissítés, gyakorlatilag eddig nem volt vele problémánk. Ha be van kapcsolva a frissítések keresése, akkor természetesen meg kell adni, hogy milyen ciklikussággal keresse, a frissítéseket szeretnéd automatikusan letölteni, ha elég nagy internet sebességed van, akkor ezt kényelmesen meg tudod tenni a háttérbe, ha le van terhelve, torrentezel, vagy leföltöltögetsz mindenféle dolgot állandóan, akkor ez visszafoghatja a gépedet. Lényeg, el tudod dönteni. Az ikon elrejtése, ő az ikon, ha nincs elérhető frissítés, természetesen tetszik, hogy itt van a piros vagy zöld, vagy nincs itt a piros vagy zöld ikonka, az a te dolgod, igazából nincs jelentősége. Haladó. A haladó, az haladó természetesen azért haladó beállítás, mert ezt át kell gondolni. A rendelkezésre álló lemezterület ellenőrzése, ezt akkor kell bekapcsolni, hogyha olyan lemezre érkezik le a csomag és a telepítés, aminél kicsi az üres tárhely. Én azért nem kapcsolom be, és gondolom azért nincs alapesetben bekapcsolva, mert gyakorlatilag a mai tárhelyek akkorák, hogy lejön 1-2 giga anyag, esetleg egy nagyobb frissítésnél, az se okoz különösebb gondot, de a 30-as lemezre, 30 gigás lemezre telepítesz, és azon már 27 elfoglalt hely van, és 3 szabad, virtuálisan szabad, akkor maradjunk annyiban jobb, ha bekapcsolt, nehogy tele gyömöszölje a rendszeredet frissítéskor, frissítés környékén, és utána ne induljon. Nem lesz ezzel gond. Nem megkövetelt függőségek eltávolítása, én ezt nem szoktam bekapcsolni, ezek azok a függőségek, amire már nincs szükség, és akkor takarítson vagy nem. Én parancsorból scriptesítve szoktam megoldani. Telepítéskor ne keressen frissítéseket, nyilvánvalóan előbb is emlegettem, hogy egyáltalán telepítéskor jobb lenne, hogyha nem a frissítésekkel molyologna. Föl akarok tenni egy picike kis programot, aztán 5 percig jönnek le a frissítések egy nagyobb frissítésnél. Az nem az én kedvencem, majd a frissítés meg lesz külön. Régi verziókra való lépés engedélyezése, tehát egy downgrade-et szeretnél-e engedélyeztetni? Én azt mondom, alapesetben ez ki van kapcsolva, és én egy kis terminálos programmal, a downgrade-del szoktam ezt megoldani. Hagyja figyelmen kívül a frissítéseket, be van állítva, hogy a konkit ne frissítsen, hogyha szeretnél hozzáadni, akkor itt be tudsz tallozni. Azaz arra is kitérnék, hogy bár én a downgrade programmal szoktam ezeket a dolgokat megoldani, illetve a konfigurációs fájlba beírni, ami nem kívánatos arra, hogy frissüljön, például a Konki vagy a Lua, itt be tudod tallozni, be tudod pipálni azt, amit nem szeretnél frissíteni, nyilvánvalóan akkor, hogyha frissebb verzióban probléma van,
vagy esetleg a frissebb verzióval valamilyen programodra nem működik, lényeg itt meg is tudod adni, illetve el tudod távolítani. Az AUR, használod az AUR-t, vagy nem? Az AUR nagyon jó. Én nagyon kedvelem, vannak benne programok, időnként belefutok, amelyek nem működnek, nem települnek, akkor sincs baj, kérje a rendszer, hogy bocs, de nem fog működni, én nem telepítem, probléma van, nem tudom letölteni, probléma van a beállító fájlokkal, ütközés van ezzel, azaz gyakorlatilag te el tudod dönteni, hogy kell-e. Én azt szoktam mindenkinek mondani, hogy természetesen kell, hiszen az Arch saját tárolóiba csak az Arch saját programjai, mármint úgy értem a tárolóban lévő programokat találod meg, és az AUR nélkül olyan félkezű óriásnak érezném magam. Persze meg lehet minden másképp is oldani, de hát annál kényelmesebb nincs, hogy valaki elkészíti az Arch csomagot ahhoz képest, hogy le kellene mint tölteni máshonnan, fordítani a programot, nem. Elkészíti, és az AUR Helper, vagy a Pamacs, szépen neked ezeket megcsinálja, de ha nem tetszik, kikapcsolt, illetve nem kapcsolt be, mert alapesetben, ugye emlékszem, ki van kapcsolva. Tartsa az összerakott csomagokat a gyorsítótárba, mivel ez egy friss rendszer, 3-4 napja rakosgattam föl, az összes csomag bent lenne a gyorsítótárba, leveszedek valamit, vissza akarom rakni, akkor nem kell annyit letöltögetni. A frissítések keresése, az AUR-ból lévő frissítéseket keresse, ne keresse. Én itt kifejezetten azt szoktam ajánlgatni, hogy ne keresse a frissítéseket az AUR-ból, mert előfordulhat az, hogy nagy program frissül, és akkor elkezd letöltögetni, elveszi az idődet. Én kézzel, illetve Chrome-ba szoktam megadni azt, hogy bizony frissüljön éjszakai órába, gyakorlatilag gond nélkül leszokott futni időzítve. Ellenőrizze a fejlesztés alatt álló csomagok frissítését, hanyagolni kell. Gyakorlatilag aki szereti a fejlesztés alatt lévő csomagokat használni, és azokból a legújabbakat használni, azok beixelhetik, bepipálhatják, én nem szoktam használni, tehát előfordulhatott azért több probléma is, még akkor is, hogyha a Arch-ba nagyon-nagyon ritkán szokott komolyabb probléma lenni. Építési könyvtár hagyjuk ott, ahol van, akkor kell átállítani a helyet, amikor neked az adott rendszerlemezen, ahol a TMP könyvtárod van, az csurig van. Csurig van, és kevés a hely. Ide sok minden le fog jönni, gyakorlatilag előfordulhat az, hogy hát bizony tárhely hiányod is lehet, esetleg egy kisebb lemezen, akkor átteszed egy másik lemezre, ahol bővebb tárhelyed van. Oké, oda teszed, ahova akarod, én hagyom ott, van elég hely. Az átmeneti telepítő fájlok tisztítása, ráböksz, és kitisztítod. Ennyi. Tehát letörlődik azok az átmeneti fájl mennyiségek, amiket te, illetve a rendszer létrehozott a telepítéseknél. Időnként érdemes megcsinálni, hozzáteszem, én ezt skriptesítettem, aztán törölget a rendszer, amikor kell, be van állítva. A csészbe csomagonként megtartandó példányok száma. Na hát ez úgy működik, hogy van egy program, mondjuk 0.1-es verzió, letöltődik, felrakod, örülsz. Jön az újabb frissítés, a 0.2-es verzió, letöltődik, örülsz, és települ. Ó, nagyon jó. Harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik. Előfordulhat, hogy nem fő vagy alverziós számok változnak, hanem egy kis nüansznyi dolgot változtatnak. Az is lejön, és a gépeden lesz. Lejön. Rengeteg olyan fájl és a régi program van. Előfordulhat, hogy 8, 10, 15, 20 verzió lejön, és ott van a gépeden. Ezzel megadhatod, hogy csak az utolsó hármat tartsuk meg, és ez nekünk azért jó, mert a tárhely felhasználását, mármint a átmeneti fájlok letöltött ilyen-olyan forráskódok, programkódok, akármiknek a mennyisége csökkenni fog, és valljuk be, hogyha van egy program, frissül és nem fog működni, akkor az előzőre visszalépve már egy downgrade-del az előzőt tudod használni annélkül, hogy újra le kellene tölteni.
Csak az eltávolított csomagok verziójának eltávolítása, azaz megmondja a rendszernek, hogy csak azokat a programokat tisztogassa ki ilyen szempontból, amelyek bizony már neked nem kellettek és letöröltek. Oké, bezár, és megadjuk neki azt, hogy mi a jelszó, be fogja kérni a jelszónkat sokszor. No hát, van függőbe lévő csomagunk, az MC, és egy kis frissítés, alkalmazzuk a dolgokat, megér rá kérdez, hogy azt szeretnénk, hiszen az előbb azt mondtuk, hogy mégse szeretnénk telepíteni, de hagyj csak függőbe, kiválasszuk, ami kell, és elindul. Nagyon jó, elmondja, hogy az Unariét, meg az MC-t szeretné fölragni, meg ennyi frissítésünk van. Mindenki elgondolkodik azon, hogy akarja-e vagy nem, és alkalmaz rá a bög, és rámegyünk erre a kis nyíra, és szépen, mint a terminálban látjuk, itt is van lehetőség kimásolása, tehát nehogy azt higgyük, hogy ha elvesznek ezek az adatok, elvesznek természetesen, akkor ha becsukjuk a programot, de előtte ki tudjuk menteni, plusz egyértelműen tudod figyelni, hogyha van valami probléma a telepítéssel, és be tudsz avatkozni, le tudod állítani, hogyha hibás vagy másik programot, másik programverziót tudsz választani, és ezzel a kis nyillal visszamegyünk a fő ablakba. Összefoglalva, a program grafikus felületen ad neked telepítő, eltávolító, illetve frissítő lehetőségeket. Akinek tetszik, az rakja fel. Nagyon jó eséllyel, nagyon sok rendszerbe ez egyszerű, vagy fent van a jaj, vagy akármelyik Aur Helper, és akkor egyszerűen jaj kötőjel es program nevével föl tudod tenni. Ha nincs fent az Aur Helper, akkor természetesen az elején elmondott 2-3 lépéses parancsort beírogatod, bemásolod, és elkészíti a rendszered neked a jajt, és utána természetesen fel tudod tenni. Bár én kifejezetten a jaj nevű Aur Helperről beszéltem, mármint ilyen trükkös feltevéssel a rendszeredre, bármelyik, majdnem bármelyik az Aurban megtalálható csomagot így fel tudod rakosgatni, és kényelmesen elvégzi helyetted azokat a feladatokat, amikre éppen ki van képezve. Azaz, nem feltétlenül kell grafikus felület, nagyon jó, kényelmes, láthatjátok. Nekem is fent van, mert egy program keresése, pontos nevének a megkeresése egyébre nagyon kényelmes. És itt kell kitérnem egy elmaradt hiányosságra. Nem nagy gondolat, természetesen bárki sejtheti, ha rákattintasz a névre, a kiválasztott névre, kapsz egy kis leírást, esetleg képeket, és nem mindegyikhez van kép, és nem mindegyikhez van ilyenből leírás, van amelyiknek a wiki oldalára tudsz navigálni, van amelyik a GitHub vagy egyéb fejlesztői oldalra tudsz navigálni, és vannak olyan programok, ahol még direkt megadják az Aur vagy egyéb tárhelynek a linkjét, hogy oda felmész, és esetleg megnézed az ottani leírásokat is. Ezt az előbb elfelejtettem, most pótoltam. Oké. Azaz, összefoglalva még egyszer, grafikus, gyors, egyszerű, ez a kis pamacsunk, amivel grafikusan tudsz telepíteni. Azaz, nem kell megijedni, hogy mindenhol a pacman kötőjel, es, akármi telepítési módokat emlegetik, itt is grafikusan is tudunk dolgozni, fel kell rakni, ki kell próbálni. Kezdőknek, középhaladóknak igencsak kényelmes, de hozzáteszem azt is, hogy az alap telepítő, eltávolító és rendszerfrissítő terminálos parancsok ismerete mindenképp fontos, mert hogyha nem indulna valami miatt a grafikus felületed, akkor természetesen csak azokkal tudsz operálni. Köszi szépen, sziasztok!